Ezen a kapun keresztül érkeznek a járművek a King Abdullah sportközpontba, ez egyben a nulladik tábor a 43. Dakar rallin. A szabadkai Szagmeister Gábor is itt haladt át a 450 köbcentiméteres KTM motorjával, amelyet már majdnem teljes egészében elkészített a műszaki átvételre. Itt az összes elektronikus dolgokat, amik a navigációval kapcsolatosak, ezeket rendbe hoztuk, mint a GPS, mint a Sentinel, mint a telekommunikációs eszközöket, a biztonsági rendszereket a motorról, ilyen különböző rakétáink vannak, meg iránytűik, meg különböző navigációs szükséges dolgok, még esetleg, hogyha problémába kerülünk, akkor tudjuk jelezni, hogy hol tartózkodunk a sivatagban, hogy észrevegyenek a helikopterek, vagy észrevegyenek a szervezők, hogy merre tartózkodunk. Gyenes Emánuelnek unalmas volt az első három nap, már alig várta, hogy végre a motor közelébe kerüljön. Ma itt még felszereltem az iritreket, a GPS-t a motorra, ezeket át kellett vizsgálják, de persze még holnap a gépátvételnél megint átnézik, de már úgy azt mondom, olyan 70-80%-át a gépátvételnek megcsináltuk ma. A motorosok szerény körülmények közepette ünneplik az új év érkezését, amelynek alkalmából üzentek is a Pannon televízió nézőinek. Boldog új évet kívánok minden kedves tévénézőnek, a Pannon TV nézőinek, és hogy múljon ez a korona, és minél hamarabb egészségesek legyünk, és biztonságban tudjunk élni. Boldog új évet kívánok minden kedves nézőnek, kövessék a 2021-es Dakart, amit Szaúd-Arábiában van, és kivessék a 29-es rajtszámot és a 89-es Gyenes Emánuel és Szagmeister Gábort. Szagmeister és Gyenes mellett a 2021-es Dakar rallin indul a Szalai Bunkoci magyar autós csapat és a Fazekas Károly vezette magyar kamionos csapat is.